Üdvözlöm a hallgatókat, a Tatabányai stúdióból jelentkezek, Golec Viki vagyok, és Lehocki Lászlóval beszélgetünk, a Miskolci Spider mentők alakulatnak a vezetőjével. Köszöntelek! Abból az alkalommal találkoztunk, hogy a Tatabányai Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány meghívott egy előadást tartani. Többek között a Tatabányai Árpád gimnáziumban jártál, illetve Tatán a Blátiban és a Kőkuti iskolában, ahol diákoknak, gyerekeknek beszéltél a szeretetelvű nevelésről, ugye itt a kutyákról van szó. Szóval egy kicsit mesélnél nekünk, hogy mi volt ez az előadás? Üdvözlöm a rádió hallgatóit. Megkívást kaptam valóban itt a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítványtól, olyan célból, hogy a gyerekeknek a szemléletét kicsit javítsuk azáltal, hogy vittem egy kutyust, a Hope nevű kutyusomat, és valóban bemutattam, hogy milyen egy kutya és egy gazda kapcsolata, hogy hogyan tud felépülni egy olyan rendszer, ami munkán is alapul, tehát nem csak hobbiként, nem csak mint szeretett állatként, hanem mint munkatársként is működik. Igazából itt a gyerekek azok a közeg, akik tulajdonképpen még fogékonyak erre a dologra, és hát ezt próbáltuk erősíteni, hogy az állatok iránti szeretetet, a tiszteletet hogyan lehet megadni, és hogy kell megadni. Az egyik előadáson mi is részt vettünk, és egy nagyon kis cuki, nekünk cuki jelenettel indult, ugyanis Hopp elkezdett nyüszíteni, amikor leültek a gyerekek az előadás előtt, és akkor elmondhat, hogy ez egy teljesen természetes dolog nála. Mi volt ennek az oka? Mondjuk el a hallgatóknak. Igen, mivel ezek a mentőkutyák nagyon figyelmesek, és arra vannak képezve, hogy a nem életszerű helyzetben lévő embereket figyeljék, és ha kell, akkor jelezzék. Mert pontosan olyan embereket keresünk, akik esetleg eltévednek, rosszul lesznek, beesnek valahova, és nem állnak, nem beszélnek, tehát nem mutatnak életjeleket, hanem nyugodt helyzetben vannak, és onnantól kezdve a kutyát ezt irritálja. Hát erre vannak tanítva, hogy amikor az ember nem mozog, ül, magáért néz, illetve nem kommunikál, akkor ő a gazdájának, a kutya a gazdájának szól, hogy gazdám, nézzük már meg ezt az embert, mert valami probléma van. És pont egy ilyen fényképész is, aki először ott mászkál, fotózgat, és amikor legugol, azt hiszi a kutya, hogy infarktus kapott, vagy valamilyen rosszul lét lett, akkor onnantól kezdve őt a szirítálja, és elkezd sírni. Amikor meg elengedi az ember, akkor meg oda megy hozzá, elkezdi nyalogatni a fülét, a szemét, nézi, hogy van-e reflex, tehát hogy egyáltalán megmozdul-e, és ugatással jelzi a gazdának, hogy gyere gazdám, itt segíteni kell. De miután ugye a gyerekek végig simogatták Hopot és a fotós kollégánk is, utána megnyugodott, és már kezdődhetett az előadás, de úgy gondolom, hogy ez az alaphangulatot, a jókedvet megteremtette az elején már, utána meg lehetett beszélni a komolyabb részletekről. Ugye, ha jól emlékszem, azzal kezdted, hogy fontos a kutyáknál az, hogy ne egyenrangú partnerként kezeljük, hanem ugye tudja, hogy ki a főnök azért. Ezt hogy lehet, hogy képzeljük el? Ez egy természetes dolog, tehát ősidők óta a kutyák falkában élnek, és minden falkának volt egy vezére. Na most ez úgy van a családban is, hogy ha a kutya a családban él, akkor a család a falka számára, és ha nem az ember áll a falka élire, akkor a kutya igyekszik ezt teljesíteni, és bizony akkor a családnak elég kellemetlen, mert akkor a kutyának a tevékenységét el kell viselnie, és innentől kezdve én azt szoktam mondani, hogy az ember alszik a földön, a kutya az ágyba, és ez nem egy jó dolog. Hát meg kell tartani azt a három lépést, ami a természetben is annak idején megvan, és úgy kell a kutyával foglalkozni, nevelni, hogy igazából parancsokat is teljesítsen, tehát tudja, hogy hol a helye, hiszen a kutya van értünk, nem mi vagyunk a kutyáért, és ha ez fordítva lenne, természetben élnénk, akkor valóban a kutya lenne a főnök, mert mi a természetben nem tudnánk úgy megélni, mert ő tudna vadászni, ő ismerni a dolgokat. Mivel a városi körülmények közt élünk, hát így az embernek kell vigyázni a kutyára, etetni kell, gondoskodni kell róla, és ezt a folyamatot csak úgy lehet, hogy az ember a főnök a kutya mellett. Mi esetleg, ami még belefér ebbe a kapcsolatba? Gondolom a kanapéra azért már nem menjen fel a kutya. Hát felmehet a kutya, ha ez neki van elkészítve, tehát eleve már kiskorban úgy kell szoktatni a kutyát, hogy a nevét tudja, szoba tiszta legyen,
tudja, hogy hol a helye, tehát helyére lehessen küldeni, illetve nagyon ragaszkodjon a gazdához, tehát amikor a névhez szoktatás van, onnantól kezdve már a gazdához szoktatás is megtörténik. Hát ez nagyon-nagyon az alapja, főleg amikor a kiskutyát megkapja az ember, hogy ezt kialakítson nála, mert egész életében ez fogja meghatározni a kapcsolatot. Ugye ez az előadás arról szólt, hogy nem csak fenyítéssel, vagy esetleg jutalomfalatokkal lehet nevelni a kutyát, hanem nektek van egy nagyon jó módszeretek, egy elképzelésetek, ez méghozzá a szeretet alapú nevelés. Ezt hogy kell elképzelni? Nagyon sokfajta módszer van a tanításra. Vannak a labdás módszerek, a jutalomfalatos módszerek, vikker, tükrös módszer, tehát nagyon sokféle ilyen módszer terjedt el a kiképzésben is. Mi azt valljuk, hogy a kutyát szeretettel kell tényleg nevelni. Én azt mondom, hogy mivel a kutya alacsonyabb, mint az ember, és az embernek a fejével nagyon ritkán találkozik a kutya, én úgy szoktam dicsérni, hogy legugolok hozzá, oda dugom a fejem a fejéhez, és ennek nagyon örül, mikor egymagasak vagyunk, és tényleg egy szinten vagyunk. Onnantól kezdve mindent elkövet, hogy mi mindig ezt csináljuk, hogy oda dugjuk, azt szoktam mondani, hogy búbolunk egyet, és akkor a kutya akkor nagyon-nagyon örül, amikor így egy szintre jutunk. Említetted, hogy a jutalomfalatokat meg a labdás módszert te miért nem tartod annyira jó célra vezető dolognak? Én azt mondom, hogy jó dolgok azok a módszerek is, de egy bizonyos tevékenységhez, tehát egy sporttevékenységhez, egy mutatványhoz nagyon jó meg eredményre vezetők ezek a jutalomfalatok, de ezek csak addig jók, amíg a kutyára hat. Ha nem éhes a kutya, vagy nincs kedve labdázni, akkor nem tudjuk őket motiválni ezekkel a dolgokkal. Nálunk a mentésbe igazából nem szerencsés a jutalomfalat, mivel embereket kell keresni, és hát bizony a házaknak a romjai közt sokszor vannak hűtőszekrények, pörkölt, mindenfajta élelmiszer található esetleg egy összedőlt konyhába, és igazából azt valljuk, hogy ne a hasa után menjen a kutya, hanem tényleg az embert keresse, és csak az emberre jelezzen. Említetted azt, hogy a hangsúly nagyon-nagyon sokat számít ugye a nevelésben. Mondtad is egy igazán meglepő dolgot, hogy mikor, milyen helyzetben, hogyan szólítod meg a kutyát. Igen, általában, amikor dicsérjük, mivel a kutya nem érti a beszédet, mert összefüggő beszédet nem tud, tehát nem tudom elküldeni a boltba, nem tudok olyan parancsot adni neki, ami beszéd alapú, tehát érthető. Én szoktam mondani kiképzésen, hogy ha megtanítják olvasni, leírom szívesen a kutyának, hogy mit kell csinálni. Ez a módszer nem működik, ezért mindenféleképp úgy kell a kutyával kommunikálni, hogy jelekkel. Hát az olyan jelekkel, ami egyértelmű számára. Tehát nem szoktunk kiabálni, nem szoktunk olyan dolgokat mondani neki, hogy előre kerest fogthoz, mert ez ennyire összetett dolog, hogy ez nem érthető számára, hanem amikor dicsérjük, akkor kedveske, jaj de ügyes vagy, jaj de okos vagy, aranyos vagy, és akkor szoktunk még hozzá is bújni, mint említettem, a fejünk oda dugjuk, és ez nagyon hatásos. Amikor viszont rosszat csinál, tehát elindul, mit tudom én, egy másik kutya felé, és akkor azt akarjuk, hogy ne érintkezzenek, akkor magázni szok. Hova megy, jöjjön vissza, szégyelje magát, kutya hangsúlyból ezt leszűri, hogy most ő jót vagy rosszat csinál. Mit gondolsz, hogy mik azok az alapvető parancsok vagy feladatok, amiket a kutyáknak meg kell tanulnia? Most nem itt a mentő kutyákra gondolok, hanem mondjuk egy hobbi kutya, akivel el szeretnénk menni kirándulni vagy parkba, hogy mi az, amit megtanítsunk neki mindenképpen? Hát nálunk úgy működik, tehát ragaszkodás alapú a kutyáknak a tanítása, ami azt jelenti, hogy már kiskorban, amikor sétáltatjuk a kutyát, eleve többfajta módszer van, vannak már most elektromos nyakörvek, van hosszú vezeték, lehet akár egy olyan eszköz rakni a kutyára, ami nem tud szaladni. Azt szoktuk elkezdeni, hogy a kutya mindig test közelben maradjon. Tehát 10 méternél messze ne menjen el, és tartsa a kontaktust a gazdával, mert addig tényleg lehet kezelni a kutyát, hogy ne menjen ki a látómezőből. Ezért hosszú vezetéken szoktuk engedni játszani is minden, és amikor elér egy bizonyos távolságot, rálép az ember a hosszú vezetékre, és akkor mindig visszahívja, és megszokja azt a kontaktustartást, távolságtartást, amikor még hatással tudunk rá lenni. És onnantól kezdve elbújkálunk a kutyától, amikor nem figyel, és akkor
akkor a ragaszkodást le lehet mérni, hogy a kutya pánikszerűen keresse minket, vagy pedig tényleg fittyet hány ránk, hogy elvesztünk. Tehát addig, amíg a kutya nem érzékeli azt, hogy a gazdát figyelni kell, addig nincs, azt lehet mondani, hogy ragaszkodás. És ez az alapja, ha menjünk kirándulni, hogy ne szökjön el a kutya, ne vesszen el a kutya, hogy a kutya figyelje a gazdát, ne a gazda figyelje a kutyát, hogy most hova megy és aggódjon érte, mert esetleg felúrik egy vad, vagy egy cica elszalad, akkor a kutya elindul utána, akkor pánikba esik a gazda, elkezd jabálva utána szaladni, a kutya hátra néz, azt mondja, a gazda is erre szalad, akkor még jobban megy abba az irányba, és még ráadásul még ott szoktak hibázni az emberek, hogyha már visszajön a kutyus, akkor jól leszidják, és akkor a kutyának az értelme ez úgy veszi, hogy ha visszajövök, akkor még ráadásul jól le is szid. Tehát mindig azt a cselekvést kell értékelni, amit csinál a kutya. Hát amikor már elkövetett valamit, utána már felesleges bármilyen dorgálás, mert lehet, hogy negatív hatást vált ki. Ugyanúgy, mint amikor a gyerekek találkoznak a kutyával, és akkor emelik a kezüket, és a fejét akarják simogatni a kutyának. Megint kutya nem tudja, hogy most fejbe akarják vágni, vagy most mi fog történni. Ezt is tanítottam külön a gyerekeknek, hogy természetesen meg kell kérdezni a gazdát, hogy a kutyus meg lehet-e simogatni. A gazda olyan helyzetbe teszi a kutyát, hogy tényleg biztonságosan meg lehessen simogatni. A másik megszagoltatják a kezüket, ez hál' Istennek, ezért ezt elég sokan csinálják. A kutya le tudja mérni, hogy szagonyag alapján is, hogy kivel áll szembe, főleg ha van valami kutyusa vagy macskája, rögtön ezt érzékeli, és utána lehet, én azt szoktam mondani, amikor megszagolt az embert, és tényleg megcsóválta a farkát, vagy visszajelzést adott, akkor az ajkánál megsimogatni a kutyát, és utána lehet a fejét simogatni, vagy a többi részét. Tehát nem szabad olyan mozdulatot tenni, ami esetleg félreérthető. Ha esetleg van olyan hallgatónk, akinek már van kutyája, és nem ezen az úton indult el kölyök korában, van még esetleg arra lehetősége, hogy később, mondjuk 1-2 évesen is már elérjen valamilyen ilyen hatást a kutyánál, vagy akkor már nincsen lehetőség erre, hogy tanítsa? Én tapasztalatom szerint a kutyák életük végéig tanulnak, fizikai állapotuktól függ, hogy mit tudunk tőlük megkövetelni. Mindig a módszer, ami eredményre vezető, tehát természetesen egy pici kutyát azt könnyebb mozdítani, és akár fizikailag is felemelni ölbe, illetve odébb tenni. Egy nagyobb kutyánál már ezek a fizikai dolgok nehezebben mennek, illetve vannak olyan beidegződések, amik nehezen nevelhetők a kutyánál, sőt van olyan, amit nem is lehet kinevelni, csak csökkenteni lehet. Ilyen például betárdáznak, és akkor fél a kutya, vagy dörög az ég, és akkor elbújik a kutya. Ezeket is lehet csökkenteni, de teljesen kinevelni sajnos nem lehet belőlük, tehát ezeket meg kell előzni, ugyanúgy a prevenció a legfontosabb, mint a mentéseknél is, hogy a megelőzésre kell nagy hangsúlyt fektetni, hogy ne kelljen menteni. Rendszeresen jártok iskolákban előadást tartani diákoknak. Mit veszel észre, mennyire fogékonyak a gyerekek erre, és miért van szükség arra, hogy minél több helyre eljussatok és beszélgessetek velük? Én úgy látom, hogy a mai korunkban a gyerekek azok, akik tényleg még fogékonyak, még ők nem tudják eldönteni, hogy melyik úton menjenek, és hogy mikor mit kell tenni, és hát jó példával kell előttük járni, meg kell mutatni nekik, hogy tényleg vannak olyan lehetőségek is, hogy segíteni jó, tényleg akár az állatvilágban is, hogy hogyan kell élni, az állatokkal közösen, hogy lehet egyáltalán jól élni, illetve mint emberként is, hogy lehet jókat cselekedni, illetve hogy érdemes jókat cselekedni. Tehát inkább adjak, mint rajtam kelljen segíteni. Tehát ez egy nagyon jó út, ezt próbáljuk itt az iskolákba végigvinni. Itt is ebben a három iskolában meglepő módon nagyon ügyesek, nagyon okosak voltak a gyerekek, olyan kérdéseket tettek fel, amit tényleg felnőttekhez illő volt, illetve érdeklődők voltak, és én azt hiszem, hogy azzal, hogy kielégítettük a kérdéseikre a választ, megnyugodtak, és ha hazamennek, akkor ezt tovább fogják vinni, és akkor képviselni fogják ezt az egész ügyet. Esetleg tudsz említeni pár olyan kérdést, ami tényleg érdekes és hasznos volt?
Igazából elsősorban a kutyákkal kapcsolatos kérdések voltak, tehát tanítással kapcsolatos, főleg olyan kérdések voltak, ami a kutyámra jellemző, hogy hány éves, mennyi embert mentett meg, igazából, hogy mit eszik, hol alszik, ki gondoskodik róla, mert mivel bemutattam azt is, hogy az élelmet nem veszi el idegentől, hogy akkor hogy lehet etetni, ha nem vagyok otthon. Tehát ezek a kérdések nagyon izgatták őket. Igen, ez az étkezés, ez egy nagyon fontos dolog. Ott az előadáson is említetted, hogy sajnos vannak ugye gonosz emberek, akik szeretnék megmérgezni a kutyákat, és fontos dolog az, hogy megtanítsuk nekik, hogy ne egyenek meg akármit. Ezt ti hogyan tudjátok megtanítani a kutyáknak? Igen, minden kutya másképp reagálja le ezeket a dolgokat. Hát alapvetően falánkok a kutyusok. Mi arra tanítjuk őket elsősorban, hogyha kínálják az ennivalót, ne fogadják el, vagy esetleg, ha dobnak feléjük élelmiszert, akkor ne kapják el, ne egyék meg. De főleg a legfontosabb az, amikor kihelyezett ennivaló van, tehát a földről abszolút ne vegyenek fel semmit, hanem van egy megszokott idő náluk, az én kutyám is általában este 6 és 7 óra körül kap enni. Egy helyen, egy tálból, és innentől kezdve, hogyha nem is vagyok otthon, ez a helyhez szoktatás, meg a tálhoz, meg az időhöz szoktatás arra jó, hogy a családtagjaim tudnak helyettesíteni, és onnantól tudja a kutya, hogy most eljött az étkezés ideje, és napközben nem igényli ezeket a dolgokat. Ezt tapasztaltuk is, mert hiába kínáltad, vagy a gyerekek hiába kínálták neki a virslit, nem fogadták el, ellenben van egy trükk, vagyis egy módszer arra, hogy valóban elfogadja, megeheti azt az élelmiszert, amit nyújtanak felé. Ezt hogyan tudod elmondani neki, hogy most szabad ennie? Igen, pont ez a lényege, hogy más nem nagyon tudja ezt a trükköt, azért súgva szoktunk neki, mindenkinek van egy saját kis szava, egy kódja a tanítványaink közt, és az, ha Füli besúgja a kutyának, hogy más ne hallja, akkor elindul a nyál kiválasztása, és akkor megeszi a kínáló gazdának a kezéből a tét, de addig nem szabad hozzányúlni, amíg nem kapja meg ezt a kódot. Ez egy titkos. Ez a garancia arra, hogy tényleg biztonságosan lehessen a kutyát jutalmazni esetleg. Ez egy titkos jelszó akkor. Így van, így van. Illetve gondolom otthon a saját tájából elfogadhatja az ételt. Igen, tehát ezért mondtam azt, hogy otthon egy időben, egy helyen, egy tálból eszik, és onnantól már nem kell ez a titkos kód, hanem ez a megszokássá vált dolog kell. A visszajelzések alapján ugye elmentek egy iskolába, ott ugye jönnek a kérdések. Milyen visszajelzéseket kaptok? Visszahívnak titeket általában az iskolákba? Szoktak esetleg köszönő leveleket írni? Mit tapasztaltok, hogy milyen hatásai vannak ezeknek az előadásoknak? Igen, az első iskola után már rendszerűen hívtak a többi iskolába is, mert elterjed ennek a híre, és hát volt olyan iskola, ahol az előadás után le kellett rajzolni a gyerekeknek, hogy egyáltalán miről beszéltünk, mi történt ott, tehát egy ilyen kis rajzpályázat, ezek visszajutnak, ezek a rajzok is hozzánk, tehát nagyon jó visszajelzések, hogy mennyire figyeltek, és hogy a gyereknek a fantáziája hogyan működik. És hát járunk ki bölcsödétől kezdve, tehát ott is nagyon-nagyon picurka gyerekek vannak, és ott elsősorban inkább a kutyával való érintkezés, a kutyával való játéka nagyon fontos, tehát nagyon ritka alkalom az, amikor egy ilyen német juhászt egy ilyen nagyon pici gyerek meg tud gyöngytölni, illetve közelébe tud menni, mert hát azért ez olyan dolog, mintha mi nekünk egy oroszlánnal kéne találkozni az ő számukra, és hát olyankor mindig úgy kicsit tartanak a gyerekek, és ezt próbáljuk leküzdetni velük, hogy tényleg ne féljenek a nagykutyától se, és akkor de biztonságosan lehessen a kutyát megközelíteni, említett módon, hogy a szülők ott vannak, és akkor megkérdezik, hogy meg lehet-e simogatni a kutyust, sőt, a fekvő kutyusra rá tud ülni, a gyerek rá tud feküdni, tehát egész test közelből tud a kutyával találkozni. A nagyobb korú gyerekeknél ott már másabb a helyzet, tehát tényleg előadásszerűen bemutatóval lehet illusztrálni ezeket a dolgokat, és vannak itt a gimnazista gyerekek, akik tulajdonképpen be is vannak vonva
interaktív módon ilyen bemutatóba eljátszunk velük egy gázrobbanásos helyszínt, ahol viszek elrobbant gázpalackot tartom, dobozból vannak a házromok, illetve felütöztetünk 2-3 ember tűzoltónak, és akkor ők imitálják, hogy oltják a tüzet. Van, aki megy hazafelé és észleli a gázrobbanást, és hát ott egyértelműen az összes gyerek felé tudata van, hogy a 112-t kell hívni, és akkor ott leutánozzuk, hogy milyen beszélgetés folyhat a 112-vel, hogy komoly adatokat tudjunk mondani, hol járni, mit tapasztalt, illetve amikor a tűzolt elótott a tüzet, akkor nem találnák a romok közt a ott lakókat, akkor a kutyával megyünk, vagy a mentőcsoportot imitáljuk, hogy a kutya megkeresi a romok közt az illetőt, akkor amikor tűzoltó kibányásza, akkor jön a doktornő, aki szintén a gyerekek közül való, és akkor kezdi vizsgálni, hogy hogy kell életjeleket keresni, hogy állapítja meg, hogy szállítható-e. Majd itt a spideres mellénybe, meg sisakba felöltöztet egy gyerekek, hozzák a hordágyat, és akkor az elszállítást végzik. Hát ez sokszor ilyen nevetséges humoros szokott lenni, mert hát nagyon érdekes módon fogdossák meg a áldozatokat, hogy húzzák, nyúzzák, teszik a hordáj, és van, amikor egy irányba akarnak elindulni, tehát még ez is egy tanítható dolog, és ezt nagyon élvezik, amikor ők is részt vesznek egy ilyen dologba. És van a utolsó rész, amikor öregekhez is el szoktunk járni, úgy szoktuk mondani, hogy kedélyjavító foglalkozást csinálni, tehát ők is nagyon értékelik, amikor a kutyus oda bújik hozzá, eldobnak egy bizonyos tárgyat. Volt olyan bácsi, hogy a keze ilyen kacskán állt, és évek óta nem tudott vele semmit csinálni, de már a labdát úgy fogja és dobja a kutyusnak, hogy volt olyan néni, aki nem szólalt meg, már nem tudom én mennyi ideje, és akkor az IQ nevű kutyánkat már úgy hívta IU, tehát nagyon jó eredményeket lehet elérni így a kutyával, a kedvességével. Említetted, mesélted egy kedves történetet, az egyik diák egy ilyen foglalkozás után kezébe is vette az irányítást, és hívta a 112-t, amikor valamilyen bűntényt tapasztalt? Igen, hát felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy figyeljenek, és hát ők eleve figyelmesek, tehát mindig, mikor eltűnik egy kutyus vagy egy cica, mindig azt szoktam javasolni, hogy iskolába tegyenek ki képeket, oldok minden, mert a gyerekek rögtön észreveszik, ha egy ilyen kóbor állat van az utcán. Itt is az történt, hogy a 112 beidegződött a gyerekeknél, hogy az egy segélyhívó, és bizony volt egy olyan rész, hogy az egyik gyerek tapasztalta, hogy egy autót fel akarnak törni. És hívta a 112-t, és kiderült, hogy az illető a saját autójának a pluszkulcsát bezárta, és úgy próbált hozzájutni, hogy feszegette az autót, úgyhogy a gyerek jót is csinált, csak hát igazából a saját gazdára hívta rá a rendőrséget, és hát igazából jól cselekedett, és tisztázták a dolgot. Visszatérve ezekre az előadásokra, látogatásokra, aki szeretné, hogy esetleg az iskoláikban vagy óvodájukban elmenjetek és tartsatok ilyen előadást, akkor ezt hogy tud titeket megkeresni? Hát igazából járjuk a vidéket, tehát tényleg látszerűen idén is több mint 70 intézményben voltam, és tényleg nagyon leterhelő, mert mellettem még természetesen azért még vannak más dolgok is, amit végezni kell, főleg itt a mentési tevékenység, tehát ami felülír mindent, tehát volt már rá példa, hogy sajnos nem tudtam elmenni az iskolába, mert pont egy riasztás volt, de általában ezeket pótolni szoktuk. Hát így ez egy kivételes dolog volt, hogy is most Tatára ellátogattam, mert nagyon régi és jó a kapcsolata az ottani alapítvánnyal. Az Állatok Világnapja keretén belül már többször is voltam ott bemutatót tartani, és tényleg azt láttam, hogy ők színvonalasan csinálják, amit csinálnak. Meglátogattam itt a cica házuktól kezdve az épülő új létesítményüket, és hát nagyon-nagyon átadtam a számot, hogy ilyen komoly munka folyik. Meg ha jól tudom, akkor kapcsolatban vagy helyi speciális mentős alakulatokkal is, akik szintén dolgoznak kutyákkal. Igen, itt is Tatabányán a 4x4-es egységgel kapcsolatban vagyok. Ők is fiatalok, nagyon lelkesek. Igazából most is itt voltak a
könyvbemutatón van, és hát beszélgettünk itt a mentésügyről, a körülményekről, és én mondtam is nekik, hogy nagyon szívesen a tapasztalataimat megosztom velük, mivel 40 éve csinálom ezt a mentésügyet, és mivel erről nincs tankönyv, az esetekből lehet tanulni, tehát próbáltam nekik olyan történeteket mondani, amikből esetleg le tudtak szűrni dolgokat, és később segítségükre válhat. De az országban nagyon sok mentőcsapattal, mivel tényleg én azt mondom, hogy már egy mohikán vagyok itt ebbe a tevékenységbe, mert én kezdtem annak idején ezt a kutyás speciális mentést, és azt lehet mondani, hogy mindenki, aki tényleg dolgozik és számít, az kapcsolatban van velem. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velünk erről az érdekes előadásról, illetve magáról a szeretet alapú nevelésről. Ha legközelebb jársz a Vármegyénkben, akkor szeretnénk ismét találkozni veled és Hoppal, és egy újabb kisebb riportot készíteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot.